volt New Orleansból, második nap, és nézzétek, milyen gyönyörű kilátásom van erről az épületről. 6:30 reggel jön fel a nap, nem sokára megyünk Benyézre. Pálmafák. Az élet már megy. Ott hátul lehet látni valami gyárat. Valami gyár. Olajgyár lehet. Felkeltem ilyen 5:30-kor, és csak ágyba fordultam. Most 6:30 pont. Megyünk Café du Monde-ba, a Benyézért. Ez nyitva van 24 órán keresztül, viszont ő nagyon híres, szóval nagyon sok ember van ott. Napközben nem lehet találni asztalt, leülni, és én akarok leülni. Van nekik olyan is, hogy to go, hogy lehet vinni magaddal, és a Fanyan River, amit a Duna, és lehet úgy mellette ülni, enni, de az to go, az nem olyan aranyos, hogy leülsz az asztaloknál, úgyhogy akarunk menni reggel minél hamarabb, hogy kapjunk a gyasszalt. Yeah. Where are we going? Café du Monde. Are you excited? Oh yeah. I hope we get a table. I know. Dubai, this is actually so nice. Ez a híres Café du Monde. Mindenki, aki jön New Orleansba, ide eljön. Ennek van két helye, itt New Orleans, itt a French Quarterben, mert a reptéren is van, de itt van ez a hely, ahol most vagyunk, ez 24 órán keresztül nyitva van, és mi nagyon kora reggel jöttünk, és voltak asztalok, és még bent is volt asztal, és itt volt Le Condé. Ez volt a legolcsóbb benyé, ami három benyé között, amit itt New Orleansba próbáltam. Kértem kávét, adtam nekik még egy lehetőség, de még most se volt jó. De a Benyéz itt volt a leges, legjobb. Valaki írta, hogy milyen egészségtelen dolgot eszek, mert tele van cukorral. Ez porcukor, ennek 86% levegő. Szóval ezután sétáltunk vissza a hotelbe, mert neki kellett még egy dolgoznia, én megmentem vissza aludni, de előtte bementem egy Bon Ami kávézóba, nagyon aranyos belül, ez inkább olyan munkai időszak közben lehet ide jönni, laptoppal, itt kértem egy matchát, és vittem vissza magammal a hotelbe, és a kávézok ezzel. Kávé után neki kellett dolgoznia, úgyhogy én jöttem ide vissza a hotelbe, és pihentem. Most megyünk ebédre, egy ilyen voodoo csirkés helyre, de azt hiszem szerintem ott kell lennie, hogy hal is legyen ilyen rántott hal. Aztán később megyünk, azt hiszem, a szellemi túrára. Átöltöztem, mert nagyon forróság volt. Szoknya nem volt a legjobb ötlet, mert nagyon fújt a szél, és felfújt nagyon. This is where we're going. Ooh, the chicken I could eat. It's right on Canal Street. Azok a gombócok az alligátor húsból gombócok. Szóval itt majdnem minden ilyen sült, olajba sült kaja, és ha itt vagytok New Orleansba, akkor sokszor fogtok látni olyan, ami körbe van az a italok. Egy ilyen alkoholos slushy, de nem szabad venni. Adta kóstolót, és ilyen 1.6% alkohol van benne, csak tiszta cukor, úgyhogy azt ne is vegyetek soha. Én vettem egy 8 darabos garnila rák dobozt. 17 darab adott 8 helyet. Túl sok volt, nagyon sokat adott, de viszont elég finom volt ebből a voodoo chickenből. Itt van egy pár hely, ez volt a legközelebb a hotelünkhöz, ez csak a ebédre jöttünk, és a maradék krumplit adtam egy koldusnak, mert már nem tudtam megenni, úgy tele voltam. Muszáj volt megenni a garnéla rákot, de a többit odaadtam valakinek. Pihentem.
futkom után. Szóval mi én vettem, az 8 darab kanélarák volt, viszont adtak, hogy 17 darab, úgyhogy hooked it up, kaptam jóval többet. Gaurav mindjárt befejezik dolgozni. Megyünk egy híres étterembe, az a neve, hogy Napoleon, ha lesz ott hely. Vagy ha nem, akkor valahova máshova, és utána megyünk a szellemi túrára. Utána nem tudom, sírálgatunk ide-oda. És ja, megpróbálok a gumbo kérni, mert előző videóban jambalájáttam, amiben nagyon sok rizs volt, úgyhogy kicsit akarok rizstől távolodni. Nagyon finom volt, de túl sok rizs, akarok valamit szószal, és a gumbóban szószal van, úgyhogy megpróbálok ma gumbo enni. És ezt vettem fel. Where are we going? Napoleon. Yes, and then the ghost tour. Yeah, we got I'm a excited ghost for tour. That one. Yeah. Damn it. Oh. What? The shrimp roll thing, yes. I really want the jambalaya, finally. You want? Yeah, probably. Yeah. It looked small, so I'm like, oh, okay. You are on a jambalaya roll. Oh, no, no, no. No. Gumbo. Gumbo, okay. Yes. I was like, what? Yeah. And also a cocktail. Have to have a cocktail. Én kérek a gumbo és egy ilyen görög dinnyés koktél. A gambóba is van garnélarák, de ez a gambó itt étteremben olcsóbb, mint a garnélarák a voodoo-ba. It's really good. Itt van a gambóm, tele van garnélarákkal, és ő kért egy ilyen, hát nem tudom, hogy mondjam, ilyen akcióba volt, hogy egy lobster roll ez, és egy kisebb gambó, egybe ő 25 dollárért vett az a kettő, és én bánom, hogy én is nem azt kértem, mert neki sokkal finomabb volt a lobster roll, mint ez a gambó. Ez a gambó kicsit nagyon vizes volt, én gondoltam sűrűbb lesz, olyan, mint a gulyásféle, de nem, viszont elég finom volt, de nem hiszem, hogy még egyszer fogok étterembe gambót rendelni. Ezután mentünk sétálgatni, beültünk még egy hurikánért, mielőtt megyünk a túrára, és majd csak a Bourbon Street-en fogunk keresni valami klubot. Your first hurricane, let's see what you think. Oh, it's strong. It's very strong. It's good, it's good. So we're gonna go on a ghost tour. How did you find this store? I actually found it online. All these pretty colors. Things that hold up against fire, much less the major amount of water we're usually inundated with all day, every day. French colonial architecture is plaster, wood, moss. Not good for longevity at all. Now, this building behind you guys is called Gurney Mart. They have snacky foods. Time with the black letters. Not these guys, the ones that are farthest away. Hello, darling. Now, I stopped to talk about this place. I don't know why they call it the end. Or like water drops from all time, right? You had to look. Naturally. I would work about 12 hours on Bourbon Street, have a couple drinks, and try to book it to Canal to catch the It's raining and we're loving it because it's been so hot. Hogy meneküljünk az esőtől, bementünk egy gat bárba, az nem, hogy The Dungeon. De itt nem szabad fényképet vagy videót csinálni, és hogy itt ültünk, amíg megállt az eső. Make you feel bad,
mindketten túl öregek vagyunk, hogy évfél után kimaradjunk, úgyhogy ezután már mentük is vissza a hotelbe.